Varga Györggyel beszélgetek, aki szokásával ellentétben most egy könyvírójaként velem szemben. Először is gratulálok a munkához, amit Domján Jánossal együtt hoztak össze. Viharos sebesség, azt kell, hogy mondjam, mert Fekete István életműve ugye meglehetősen nagy, de ti olyan, ez is a tegeződésé, de hát évtizedes barátság igen miatt úgyis bakiznék a magázásba. Tehát viharos gyorsasággal született meg ez a munka, mert itt a levelezés, ami a bevezetőben olvasható, szinte egy hónapot ölel föl, február, idén február, igen, és utána jött a munka lényegi része, és most június van, és már itt a könyv. Én azt hiszem, hogy megérdemlik, hogy megemlítsem a könyvnek a elkészítését végző nyomdát, a Veszprémi OOK nevezetű nyomdát, ahol nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk a kiadással kapcsolatban, a méretekkel kapcsolatban, a szerkesztéssel kapcsolatban. Úgyhogy az OOK és a Honismereti Egyesület Veszprémi szervezete segítette azt, hogy ilyen gyorsan és jól megjelenjen ez a könyv. Mi ez a sebesség, vagy mi adta az energiát, az elszántságot ehhez a munkához, és egyáltalán miért vágtok bele ebbe a kezdeményezésbe? Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy így meg tudunk itt jelenni a János barátommal. Nagyon sajnálom, hogy ő nem tud itt lenni, de objektív okai vannak, hogy nem nincs velünk, úgyhogy... Szerét ejtjük majd, hogy vele is beszélgessünk, jó, megígérem, ha lehet. Mindenképpen. A dolog onnan indult, hogy én a Jánossal, a Lajkai Századok szerkesztőségében kezdtem együtt dolgozni, vagy ott találkoztunk először, ugye elég sokáig mind a ketten írogattunk, aztán előjöttek ezek a családba kérdések, és hát aztán a János mutatta, hogy milyen családokat tud előteremteni, meg hogyan tudja előteremteni, és én meg gondoltam, hogy hát, hogy egyszer van családfa, akkor legyen fa, és megrajzoltam alá azt a bizonyos fát, ami ebben a könyvben is megjelenik. Na de a legkezdetén ne ugorjunk át a dolognak, mert jó, kiderült valami. Nem, igen, de és a saját családfámat is elkészítettem, azt elküldtem a rokonságnak természetesen, és akkor a unokaöcsém, aki a kaposvári könyvtárnak volt a nyugdíjazásig az igazgatója, ő mondta, hogy te, hát a Fekete Istvánról annyi minden megjelent, megírták innen, onnan, előről, hátulról, monográfia, minden. Hát miért nem csináljátok meg a családfáját, mert azt még nem csinálta meg senki. És akkor én felvetettem a Janinak, hogy te, itt az öcsém arra kapacitál engem, hogy csináljuk már meg a Fekete Istvánnak a családfáját. A Jani meg rákapott, azt mondja, jó van, tudsz valamit adatot adni? Hát persze, természetesen azért valamennyit tudtam, meg volt írott szöveg is, amivel bele tudtunk kapaszkodni, és hát Jani szokása szerint rövid időn belül, de tényleg nagyon rövid időn belül előszedte ezt a 200, talán 230-240 embert. Két családtagot nem talált meg, ami azért volt, mert ugye ők már Kanadában születtek, ezek a legifjabb feketék, és hát honnan legyen meg a születési idejük, mert ő csak anyakönyvekből dolgozik, és hát ugye a kanadai anyakönyvekhez nem fér hozzá, és akkor én fölhívtam egy illetőt, akit úgy tudtam, hogy nagyon szoros kapcsolatban áll a feketékkel, hogy nem tudná-e megmondani, lévén, hogy lesz majd a film is, vagy volt a film, igen, elkészült a film, a Bereki ember, és ott is ott volt a két fiatal fekete nyilatkozott, ő is nyilatkozott, hogy hát talán jó, küldöm, és maguk hogy állnak vele? Hát mondom, van azért már egy jobb, akkor maguk is küldjék el, na most ja, itt volt a csapda, mert ahogy te nem kaptad meg a két fekete fiatalnak hát ez a, némi kiesést okozott az időben. Igen, én se. És megéreztem, hogy innen mi nem fogunk adatot kapni, aztán hát a mindenható internet révén megkerestem, nem mesélem, mert hosszú lenne, átéteken keresztül megkerestem a feketéjéket. Írtam nekik egy levelet, fú, nagyon örültek neki, mert hogy ő még a családfájáról nem volt még ideje, pedig milyen jó lenne, és akkor hát a könyvben is benn van az a levelezés sorozat, amit lebonyolítottam a családdal,
aztán... Ennek nagy része ugye idén februárra esik. Így van, így van. A dátumokat először ugye Fekete Istvánnal vetted fel kapcsolatot, aztán ő irányított a feleségéhez. Kedves feleségé. Hát, aki igazából gyakorlati lebonyolítást végezte. Igen. De a családfáról egyébként annyit, hogy ugye ez több, majdnem 300 évet ölel föl, tehát 1700-as évek elején kezdődik, amikor Magyarországra települt a család, és mint Schwarzokat emlegetik, és később lett a fekete név, de ugyancsak a könyv fejezése szerint buta ember az, aki a zsidó szálat keresi ebbe, mert nem erről van szó, csak hát ugye igen. Az emberek hát, ahol lehet rossz indulatúak. Ebből voltak kis konfliktusok, de mi azzal nem foglalkoztunk. A Jani kereste szépen elő sorba-sorba az embereket, aztán mondta, hogy hát írjál már hozzá valami előszót, de mondom, én írok hozzá, de jobb lenne, hogyha megkérnénk a... Már bocsánat, most már megengedte, hogy Pistának hívjak, igen, hogy legyen szíves, írjam. Ó, nagy örömmel, meg is írta, ugye, hogy így benn van a könyve. Én meg hát írtam egy bevezetést hozzá. Közben Jani dolgozott, szedte elő az embereket, aztán miután... De ő vér profi ezen a területen, majd ő elmeséli szerintem, hogy megy ez, de nem csak a jelen munkáról ír le, hanem hogy egyáltalán milyen csapdái vannak a családfa kutatásnak például, és miben lehet beleesni. Most visszatérve ehhez a munkához, ugye nagy részét lexikális adatok töltik ki, viszont rengeteg apró szilánk történet van benne, akár ifja Fekete István életéről, akár a családjáról, és ezeket az információkat hogyan sikerült összegyűjteni? Hát ugye részben a levelezésből, de azért megmondom, hogy minden azért nincs benne a levelezésben, ja. Itt között levelezésben, és hát ott van a könyvnek az elején, hogy helytörténet kutatók vagyunk mind a ketten. Igen, méghozzá elég alaposak, mert olvastam valahol, hogy a Fekete István író, bár a fia is nevezhető írónak, hanem is ez a fő elfoglaltsága, Ajkai éveiről, illetve abban az időből származó barátok is, ismerősök, munkatársak is ki vannak gyűjtve. Ezt hogy lehetett? Hát ez fényképek úgy, alapján? Ez nem egészen. Ez úgy van, hogy előkerült közben, fölhívták a figyelmünket is rá, hogy amikor a Fekete István elment innen Ajkáról, akkor búcsúzásképpen Dalányi József nevezeti tanítóbácsi, vagy tanítóúr, nem tudom, hogyan mondja, ő amatőrökből szervezett egy ilyen társulatot, egy főleg című darab előadás. Igen, főleg üveggyári emberekből, és a Hajnalodik című művét, a Fekete István Hajnalodik című művét adták elő, azt a művet, amit különben pesti színházak is játszottak. Magyar színházban Páger Antal volt Páger a főszereplő, Antal, ugye? Így van, Páger Antal volt a főszereplője például, de nagyon sok helyen előadták. És meg volt a plakát, azt mondja, Jani, te, vékony lesz ez a könyv, keressük meg már ezeket, akik ezen a plakáton rajt vannak. És akkor elkezdődött a keresztény. Mi az neki, igaz? Hát itt a díszlet tervező feleségének, vagy családfáj is nagyjából benne van. És akkor elkezdtük keresgetni ezeket az embereket, hát természetesen sajnos már senki nem jött közülük. Aztán hát unokák, dédunokák, rokonok, mit tudom én, aztán azért sikerült előkeresni fényképeket is, meg minden. Egy nagy bánatunk van, hogy vannak benne csoportképek, ami tulajdonképpen az ajkai társadalmi életnek a képei, ami hát csak tényleg nagyon karakteres embereket ismerjük föl rajta, amit ugye bele is írtunk, de nem találtunk olyan embert, aki pontosan meg tudta volna mondani, hogy ez lehet, hogy túlzott alaposságnak szándéka, de hát minden filmben vannak statiszták idézőjelben. Nem lehet minden statisztát név szerint megnézni és fölismerni. Nyilvánvalóan ennek a kornak a kulisszájához hozzátartoztak hasonló társadalmi csoporthoz tartozó emberek, legtöbben doktor vagy mérnök beosztásúak. És nagy társadalmi életet éltek a Fekete Istvánék, nagyon nagy társadalmi életet éltek, hát ugye ő itt egy központ volt, mondhatni, egy központ volt Ajkán, és hát ilyenkor úgy szokott lenni, hogy vannak barátok, vannak, akik oda csapódnak, de sajnos ezt nem tudtuk megalapítani. Most akkor térjünk rá a fotókra, rengeteg fénykép van, és ugye ti törekedtetek arra, hogy lehetőleg első
Igen. Közlés legyen. Körülbelül mekkora hányadban sikerült ezt a törekvést megvalósítani? Nekem az a gyakorlom, hogy 80. 80, hát az is ott van a levelezésben, hogy ugye kértük a feketékkel, hogy olyan képeket küldjenek nekünk, ami még eddig nem jelent meg, mert hát ugye ők ismerik Igen. az itteni kiadványokat. Meg törekedtünk is rá, mert hogyha megnézed az eddigi Fekete Istvánnal kapcsolatos kiadványokat, akár régebbieket, akár újabbakat, azért ezek a fényképek általában ismétlődnek. Van például a Fekete István sírjáról van fénykép, ami majdnem minden kiadványban benn van. De hát én lévén görlei születésű voltam, illetve nem születésű, de ott éltek a nagyapámék, és nagyon sok az ottani barátom még mindig. Hát fölhívtam az egyik barátomat, hogy figyelj, de Lali, csináljatok már egy fényképet erről a Fekete sírról, ne ugyanaz legyen benn. Két nap múlva itt volt a fénykép, és az van benn például a könyvben. Meg egyáltalán, szóval nagyon sok ilyen dolog volt, amiben. Most említetted Fekete István szülőfaluját, Göllét, és az elején kicsit átugrottunk, azt hiszem, ezen a dolgon. Nem ez volt a szikra? Említetted ugye, hogy a családfa böngészése közben névazonosságra derült Igen. sor, de hogy a te gyökereid is Gölléig vezethetők vissza, és Fekete Istváné is. Tehát ez hát valami... tulajdonképpen igen. És valami rokonság is ugye az van, az családfa igen. miatt. Az én gyökereim azok tényleg Göllébe vezetnek. Mind a két nagyszülőm ott élt, a nagyapám 32 évig tanított Göllébe, tanította a Fekete Istvánt is. Kivételesen előkerült például egy bizonyítványának egy lapja, az is benn van a könyvben. És hát ugye ilyen révén, vagy ennek a révén nagyon nagy tisztelői vagyunk a Fekete Istvánnak, vagy voltunk eddig is, meg azok is vagyunk. És hát ez is elősegítette persze a dolgot. Most beszéljük egy kicsit a... Ja, bocsánat, igen? akkor térjünk vissza tehát a családfába az adósságra. Hogy amikor Jani elküldte nekem a nyersanyagot, akkor ugye a Fekete István nénak is a családfája ott volt, egy bizonyos embert összegyűjtött. Ez most akkor Piller Edith. Piller Edithről van szó, igen. Csak hogy a Fekete István között ja, igen, mert mind a kettő a Piller Edithről van szó, és volt ott két név, ami nekem rettenetesen ismerős volt. Hát nem olyan nagyon sokat kellett gondolkodni, de eszembe jutott, hogy hoppá, hát ez én az én saját családfámba is beleraktam ezt a két nevet. Azt addig kerestem, míg kiderült, hogy a volt feleségemnek a családjával ezek közvetlen rokonságban vannak olyannyira, hogy a Piller Edith és az én volt apósom, azok első unokatestvérek voltak. Aztán megkérdeztem a feketéket, semmit nem tudtak róla, megkérdeztem a saját volt családomat, semmit nem tudtak róla, de a Janinak mondtam, hogy figyelj, nézd csak át még egyszer ezt a vonalat, átnéztem még egyszer, és nincs mese, rokonok voltak a feleségem meg a Piller Edith. Hát sajnálom, hogy Domján János most nem lehet itt, mert eredetileg így terveztük, de mondom, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot, mert az ő munkájának a gyümölcse az, például, hogy az ajkai bemutatóról is, a hajnodik bemutatójáról is rengeteg adatot összegyűjtött, hát nyilván az ő sajátos profi módszereivel, de tényleg itt a díszlettervező felesége, sőt, ha elvált, akkor a következő feleségének is a alapvető életrajzolatai megtaláltok, ez hihetetlen. Janinál nincs mese. Ő, ha egyszer ráfekszik valamire, akkor ott előkerül még a szomszédasszony is. Igen. Hát mi a könyvnek a sorsa? Ugye a könyveknek megvan a maguk sorsa. Mit szándékoztok, vagy hol szándékoztok ezt népszerűsíteni, hogy kinek ajánljátok elsősorban, inkább így kérdezem. Hát, ezt a kiadványt, mert ez forrás munkának is elmegy, nem több csak. Vonalon fut a dolog, mert ugye a kiadó, aki a Honismereti Egyesület Veszprémi szervezete, ő is részt vett ebben a munkában, sok segítséget kaptunk, ők is kaptak egy bizonyos számú könyvet, és ha valaki az interneten egy kicsit böngészik és beírja Fekete István, akkor nem egy baráti társaság, Fekete István tisztelői, nem is tudom, hogy milyen neveken, 6-8 helyen is vannak, meg lehet találni ezeket az oldalakat, és ott hát van olyan hely, ahol bizony 200 fölött van a tagok száma, akik követik ezt az oldalt, és most majd, eddig nem akartuk, de most majd, hogy közeledünk a bemutatóhoz, föltesszük az internetre, és reméljük, hogy keresni fogják.
sokan kaptak belőle tiszteletpénzt, még fognak is kapni, de akit különösebben érdekel, akár magánembereket, vagy akár iskolákat, hivatalokat, azok meg tudják vásárolni ezt a könyvet a bemutató után. Térjünk még vissza egy pillanatra az anyaggyűjtés körülményére. Kiknek a segítségére számíthattatok, és ki az, aki esetleg nehezen nyílt meg, vagy egyáltalán nem nyílt meg számotokra, vagy akit nem is akartatok megkeresni a előzetes hírek ismeretében? Igen, hát igen. Lehet, hát, hogy kínos a kérdés, aki, nem muszáj válaszolni. Aki nem akart segíteni, úgy csinált, mint akarna, de nem akart, arról hadd ne beszéljek. Volt ilyen. Igen. A feketéjék meg ajánlottak nekünk embereket, akiket aztán megkerestünk. Például Horváth József. Így van. Őt is, a Jóska is adott fényképet is, segítséget nyújtott. Aki elmondta, már monográfiát jelentetett így meg. Így van. A Sántó Gáborral együtt egy monográfiát jelentettek meg. És a Jóska is nagyon sokat segített. Meg hát tulajdonképpen akárkihoz fordultunk, és valamit tudott erről a dologról, az segített mindenki. Hogyan folyt az anyaggyűjtés? Mert ugye gondolom 7 nappal átél dolgoztatok, hiszen néhány hónap áll csak rendelkezésetekre a kiadásig, az ötlettől a kiadásig. Ez azt jelenti, hogy mást nem is tudták közben csinálni? Hát sok mindent nem, megmondom őszintén, sok mindent nem, mert a Jani ugye gyűjtötte ezeket a dolgokat, itt a idézeteket, fényképeket, küldte, jó lesz így, nem lesz jó, mit tegyünk még bele, mennyit tegyünk még bele, ezt kellene még bele, azt kellene még bele. Hát dolgoztunk rajta eleget, igen. Most, hogy meg lesz a könyvemutató, akkor utána gondolkodtok esetleg további közös munkával, hogy ez eléggé kimerített benneteket, hogy erre ne is merjetek gondolni? Hát egyelőre azt hiszem nem gondolkodunk ilyen munkán, de hát a Janinak például rettenetesen sok anyag van különböző témákban. Ami esetleg kiadásra vár, ugye? Ami kiadásra várna, igen. Nekem egyelőre nincs, én most újra elkezdek majd festeni azt. Hát megértem, hogy máshol pihened ki magad, és nem a könyvkiadásban. Viszont valószínűleg tartom, hogy a Domján János adatainak a sajtóalárendezése és a ti közös munkátok egy új műfajt is teremthet Ajkán, nem? Tehát egy olyan, ilyen hasonló jellegű kiadványok akár szóba kerülhetnének, mondom én ezt kívülállóként. Hát ha valaki megkeres bennünket, akkor nagyon szívesen segít. Persze. Igen. Nyilván ezt támogatók is kellnek, meg szándék is kell, meg hogy érdekes legyen az a téma, amit fölkívántok. Mindenképpen, hogy ne a levegőbe menjen a könyv. Uh-huh. Hogyha megjelenik, hanem akkor legyen, akit érdekel, aki esetleg megveszi, vagy érdeklődik utána. Igen. Hát majd bemutatjuk könyv, de akkor ezt a családfát majd mutassuk meg a nézőknek később külön, most csak így előveszem emlékeztetőül. Itt egy fa van középen, szokás szerint ágakkal, és egy szép festményszerű családfa ez. Mondjuk úgy, hogy grafika. Grafika? Mondjuk úgy, igen. Inkább az, mint festmény. Jó, színes grafika. Színes grafika. Ja, mert színesnek színes. Itt a közepén egy ilyen elvágott törzsű fa áll. Van ennek valamilyen jelentősége? A papír nagysága. Én arra gondoltam egyébként a könyvet lapozgatva, hogy azt szimbolizálja, hogy a ifja Fekete István gyermekeinek nem nagyon lehetnek gyermekei. Nekik nincsenek. Tehát, hogy ez az ág így... Tulajdonképpen így is lehet. Így is lehet értelmezni. Így is lehet értelmezni. Uh-huh. Így is lehet értelmezni. Lehet, hogy valahol a tudat alatt ez is... Igen, és a könyvnek a címlapján van egy grafika szintén. Arról azért meg kell említeni, hogy ez Baranyai Ferenc, mindenképpen szerettem volna. Ajkai grafikus művész, mondhatom, hogy művész, ugye nem szereti, de grafikus művész készítette. Két fényképet összemontírozva, összedolgozva. Uh-huh. Mert ez is olyan dolog, amit az előbb is említettem, hogy több könyvben ugyanazok a grafikák, grafikák is, mert több grafika is tehát van. Tehát ez innováció és ebben a könyvben szintén. Tulajdonképpen igen, ez is teljesen új, szóval ez sehol nem jelent meg még eddig. És az érdekes dolog még az, hogy ugye a feketéket kértem, hogy küldjenek mostani képeket például magukról, és azt mondta nekem a Márta asszony, hogy hát de nincs ám.
Hát mondom, most lett a Pista 90 éves, összejön a család, akkor lesz egy szívesség. És össze is jött, ugye? Össze is jött a család. Mi elküldtük nekik addigra azt a családfát, nagyon örültek neki, hogy ilyen emléket úgyse kap sok ember a születésnapjára. Összeállt a család, lefényképezték magukat, már is küldték nekünk, és az is benne van. Egy ritka történelmi pillanat volt, mondhatjuk ezt is. Azt is lehet mondani, igen. Mint hogy ennek a könyvnek a megjelenése is szerintem Ajka életében egy ritka kultúrtörténeti pillanat, de nem akarom túl spilázni a dolgot. Még egyszer nagyon gratulálok hozzá. Én meg köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ilyen előzetesben is be tudtuk mutatni a könyvet. Remélem, sikere lesz. Én meg köszönöm az Ajkaiak nevében is, meg minden Fekete István rajongó nevében. Jó.